23 ezer diák számára csalódást okozott a tegnap este, nem vették fel őket. Annak ellenére, hogy idén 21 ezerrel kevesebben jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. 68.112-en azonban felvételt nyertek valamely általuk megjelölt képzésre közülük több mint 55 ezeren államilag finanszírozott formában tanulhatnak. Az ELTE fogadja idén a legtöbb gólyát, 9918-at. Váratóan 8 ezernél is több új hallgató kezdheti el a tanévet a Szegedi Tudomány Egyetemen. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szeptemberben 4626 elsőéves hallgató kezdi tanulmányait, míg a Győri Széchenyi István Egyetemen 3000-en. A Budapesti Korvinus Egyetem 2809 hallgatót vett fel. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen több mint 1700 diák lesz elsőéves. A Szemmelweis Egyetemre pedig 2102 hallgatót vettek fel. Idén is a gazdálkodási és menedzsment szak volt a legnépszerűbb. A Budapesti Korvinusz Egyetemen erre a szakra 427 ponttal, az Eltén 405, a Szegedi Tudomány Egyetemen pedig 400 ponttal lehetett bekerülni. Második továbbra is a kereskedelem és marketing. A Korvinuszon 436, Debrecenben és az Óbudai Egyetemen 400 ponttal lehetett felvételt nyerni. A harmadik helyre a pszichológia jött fel. Az Eltén 444, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 460, a Szegedi Tudomány Egyetemen pedig 437 pont kellett a bejutáshoz. Ezt követi a mérnök informatikus, a turizmus vendéglátás, az ápolás betegellátás, a programtervező informatikus, a pénzügyi számbitel, a gazdaság informatikus, valamint a kommunikáció és média a tavalyi listához képest 2020-ban kikerült a top 10-ből a gépészmérnöki és az óvodapedagógus képzés. Az állami finanszírozást elnyert gulyák átlagpontszáma a jogász osztatlan szakon a legmagasabb 480, de kiemelkedően magasabb pszichológia alapszakon 460. Az általános orvosi szakok ponthatára valamennyi egyetemen csökkent.